nem lehet eladni egy autót, amiben reális kilométer van. Tekentem már 600-ra, 200-ra. Az mi volt? Az egy Volkswagen Charon. Eddig hány autón vagy túl? Nem sokan, 100-150 meg. Nagyon nehéz megszólalni egy ilyen helyzetben, és egyáltalán nem azért, mert még nem ültem 10x éves Volkswagen Passatban, hanem azért, mert amit most látni fogunk, attól nagyon sokan tartanak, akik ma használt autót vesznek Magyarországon, és joggal tartanak tőle. Most megnézzük, hogy hogyan tekerik vissza a kilométer óra állását néhány mozdulattal egy olyan kütyűvel, amit simán meg lehet venni az interneten. Tehát összedugjuk a gépet és a kábelt a diagnosztikai csatlakozón keresztül, majd kiválasztjuk a típust, az autó típusát, utána a gép csak annyit kérdez, hogy milyen kilométer óra állást szeretnénk. Ezt bekötyögjük, nyomunk neki egy okét, és pár másodperc alatt átér a kilométer óra állást. Most 268 ezeret mutat az óra. Hopsz! Tehát jelenleg 265 ezer kilométerről írtuk át az autót 235 ezer kilométerre. Két éve vásároltam ezt a gépet, több mindenre jó, igazából a legfőbb funkció az, hogy kilométer órát is lehet vele tekerni. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogyha bárki vesz magának otthonra egy ilyen készüléket, különböző elektrotechnikai képzettség nélkül, használati utasítás elolvasása után bármilyen autót vissza tud tekerni? Vagy ez nem ilyen egyszerű? Hát, ami belőlünk az egy D5-ös Passat, meg a Volkswagen csoporton belül rengeteg autót nagyon könnyen lehet módosítani. Kilométer óra kiszedés vagy forrasztás nélkül. Ez nem minden típusra igaz. Francia autóknál van, Citroenoknál legfőképp, Peugeotnál. Ugye a komputer is tárolja a kilométer óra állást, a komputert is át lehet verni, azt is át lehet írni. Azt úgy szokták, hogy mind a kettőt egyszerre. Ugyanezzel meg lehet oldani, csak rá kell forrasztani a megfelelő kábelt. Minden autótípus órájához részletes leírásom, hogy mit hova kell forrasztani. És volt már is, hogy nem sikerül. Nem sikerül, az óra tönkre megy, és akkor lehet menni a bontóba egy másik óráért. A rendszerben még úgy is el szokták tüntetni a nyomokat, hogy eladják adásvételin az autót úgy, hogy megjegyzésbe beírják azt, hogy a kilométer óra nem olvasható. Ebben az esetben a következő tulaj megvette az autót úgy, hogy egy nem létező kilométerolás állással, vagyis nem olvashatóval. Általában ez nem valós vevő, tehát általában ezt egy cég veszi meg, majd tovább értékesíti, de akkor már egy működő kilométer órával. És akkor azon a szerződésen, amelyen a cég megveszi az autót, azon nincs kilométer óra állás. És a következőn, amint... És amikor eladja, azon pedig már lesz egy kilométer óra állás. És így valójában teljesen hivatalos. Nem lehet eladni egy autót, amiben reális kilométer van. Mert? Mert a magyar vásárlók, hogyha már nem kettessel kezdődik, hanem esetleg hármassal, négyessel, azt már egyáltalán meg sem nézik a hirdetést, simán tovább görgetnek rajta. Szerintem nem lehet eladni egy ilyen autót. Akkor végül is azt mondhatjuk, hogy bár nem lesz olcsóbb az autó attól, hogy meg van tekerve az órája, csak eladható lesz tőle. Eladható lesz, igen.